azt emelte ki a kommentátor kolléga, hogy elég sok az eladott labda mindkét oldalon, miben kell még ezen túl fejlődni a vendégcsapat részéről? Nagyon sok ki nem kényszerített eladott labdánk volt, főleg indításokat rosszul szerveztük, illetve 9 támadó lepattanót szedett a MOFT, nagyon sok második esélyből kapott kosaruk volt, ennyi volt a problémánk. Köszönjük szépen, sikeres folytatást kívánunk, és természetesen meghallgatjuk Stefan Timbuszt is a hazaiak részéről. Hogyan értékeli az első fél időben látottakat, miben kell javulni a másodikban? Hát szerintem úgy nagyjából azt hiszem ugyanúgy nézzük. A látóknak jó meccs, a edzőknek nem annyira, mert a védekezés lehet nem szuper, egy kicsit túl sok lepattanót szedtünk mi is, és ők is támadóba. Ők dobjak-e hármas magas százalék, mi is dobunk magas százalék, hogy a meccs nézőknek jó, de a védekezésben mind a két csapat szerintem jobb kell legyen. Köszönjük szépen, sikeres folytatást kívánunk. Hát mi valóban nem panaszkodhatunk, reméljük, hogy a folytatásban sem fogunk. Balázs, tiéd a szó. Köszönöm szépen, a legjobb dobókkal még adós vagyok. Ugye Richards 12, Walker 10 pont a vendégeknél, a hazaiaknál pedig Parrish Brown 10-nél jár. Nico Hunter pedig 9-nél, ők a legeredményesebbek, egyik, illetve másik oldal. De mondom, nincs számottevő különbség, és ezt az eredmény is mutatja, 47-48-ra fogja folytatni a két csapat. Ha a játékvezető jelt ad a bedobásra, oldalról, hogy a váltott labdabirtoklásnak megfelel, most Márko Popadics és a körment következhet. Így van, akkurátusan megvártuk a 15 perc végét, és akkor kezdetét veheti a folytatás. Említette Déri Csaba, illetve Stefan Timbusz is, hogy mindkét csapat nagyon jól dobja a triplákat, hát 50% körül van ez a mutató, mindkét oldal egy kicsivel alatta. Ez meg egy egyértelmű falt. Von Braun. Kíváncsi leszek. Kíváncsi leszek, hogy hogyan fog tudni, melyik csapat lesz az, aki el fog tudni indulni. De hát három pontossal folytatjuk tovább a játékot. Ferenci Csabától mondjuk el is várható. Ferenc Csabának egyébként ez volt az első kosara. Ez pedig egy majdnem labdaszerzés Tóth-tól, aztán egy falt. Nagy lelkesedésében kilökte a pályáról Nico Huntert. ...51-47-es körmendi vezetés. Ugye 6 pont volt a legtöbb a meccsen eddig. Ez is a vendégeknél. Fodor kér egy elzárást, Immelámmal kap egyet, aztán visszaadja, Hunter kiejti. Tovább oszthatta volna, de nem tette. Viszont kihagyja. Igen, lejárt a támadó idő. Későn dobta el Hunter ezek szerint. Késve jött, vagy legalábbis az alapvonali játékvezető nyilván nem mutathatta, mert ő nem láthatta az órát. És ugye nem segített bennünket a lámpa kigyulladása ezen a képen. De nagyon egyértelműen fújta a fönti bíró. Ugyanúgy, mint ezt a faltot, amelyet Popadics harcolt ki. Hát elég látványos volt a szabálytalanság gyakorlatilag. Ugye Popovicsnak ott beakasztották a kezét. Fogták, ölelgették. Ez meg támadó hiba. Ez támadó, jóval kívül volt a no charge félkörön. A MOFT játékos, a Ferenc Csaba azt mondja, hogy hát ő nem volt szabálytalan. Teljesen egyértelmű. Azt akarta, hogy a kosár jó legyen, tehát hogy ő azt reklamálta egyértelmű, hogy támadó volt, és utána mutatta is, hogy ő úgy gondolja, akkor a támadó falt rendben, de adjuk meg a kosarat. Hát azt maximum akkor adhatták volna meg, hogyha eldobja, és estében esik, igen, ráesik, de hát itt már előtte gyakorlatilag a dobó mozdulatnál föllökte a MOFT játékosát. 47-51, 4 pontos vendégelőny. Nem volt még ebben a játék részben MOFT kosár.
Szép visszapassz, jó a kiosztás, de nincs belőle tripla, és a legkisebb Will Walker viszi el a lepattanót, indul Ferenc, visszazár a Mavc. Richards, ő nem várja meg, míg felérnek a többiek, de megint nem volt sikeres a három pontos kísérlete. 4-3 ellen a Mavc, ott egy üres ember, nem kellett volna kijátszani Hunternek a labdát, pláne így. Ez most nem volt jó döntés Misektől szerintem. Nézzük a másik oldalon Will Walker-t. Végigviszi Tóth Norbert. Nincs tripla, van Richards lepattanó, és megadják a kosarat, ez elképesztő nagy bravúr volt. Ugye a jobb kezét gyakorlatilag fogták Richardsnak, és áttette balra, úgy fejezte be. Hát ugye talán ez volt a szerencséje, hogy a jobb kezét fogják, mert ugye ő balkezes, és ugye így könnyedén föl tudja tenni bal kézzel, egy kézzel a labdát. Nem lennék a helyében, olyan iszonyatos hangzavart kapott a szurkolóktól. Viszont ezt is bedobja Ryan Richards, és Stefan Timbus azonnal időt kérne, 2 perc sem telt el ebből a negyedből. 6-0-át csinált a körmend, és gyakorlatilag nem nagyon volt igazi dobóhelyzet a Mavsnak. Hát igen, ugye itt volt egy ilyen jobb oldalra egy betörés, ezt lehet, hogy be lehetett volna dobni, de eléggé szerencsétlenül tett a labda. Nincsen dobóhelyzete a Mavsnak jelen pillanatban, tehát túl sokat játszák, illetve a betörések vannak, nem elég agresszívan támadják most a gyűrűt, és inkább próbálják mindig kipasszolni a játékot, vagy továbbadni, vagy ha nem is, akkor addig játszanak vele a gyűrű alatt, amíg elmegy a helyzet. Úgyhogy ezen kell javítani, hogy megtalálják azokat az ideális dobóhelyzeteket. After score 24. Nico, you got front. Okay, let's go. I got back. Hát, ha csak a szurkolókon múlna, akkor a Mavs biztosan behúzná ezt a meccset, mert elképesztő ez a hangorkán, de ahhoz valamit most itt nyújtania kellene a játékosoknak is, mert egyelőre a harmadik negyed csak és kizárólag a körmendről szólt. Hát igen, valóban. Ugyan a utolsó helyen van a Mavs, de a hangorkánban lehet, hogy ott lenne a dobogón simán. Brown beviszi, szép ez a horog, és megvan az első hazai kosára a harmadik negyedben, 49-54. Tóth Norbert Walkernek. Ez egy mismatch, most kihozza Timkót, Walker. Visszakapja, ott van Richards, ez így falt, nem fújnak a játékvezetők. Egy kis lökést éreztem. Így viszont eljut Richards a gyűrűig, betakarják Timko és a labda a Mavsnál. Hát ez egy érdekes szituáció, volt itt minden, mint a Wurzliban. Háromszor próbálta fölvenni a labdát Richards, lehet, hogy volt benne egy falt, de kétszer is kicsúszott a kezéből a labda. Mert nagyon jó labdát ad, ugye itt kiütötték, aztán itt kicsúszik. Igen, elsőre ezt láttam, úgy, hogy betakarták, de igazából csak simán kicsúszott a kezéből a labda. 49-54 jöhet a Mavc, hát nincs szerencséje. Lehet, hogy törlést kér majd hamarosan Ryan Richards. Glenn megpróbálja az alapvonalon, nem tudja. Jó volt most a körmendi védekezés. Misek visszaosztja. Brown. És nem. Azt hittem, hogy faltolták, de nem azért szólt a Duda, lejárt volna a támadó idő. Ez pedig Hunteré. 8 másodperc. Megy a kiosztás a sarokba, nincs tripla belőle, és a lepattanó Richardsé. Walker. Szépen ellabdázgat most a körmen, megfontoltan támad. Tóth Norbert kiosztja, Richards, és ez a tripla kísérlet sem jó. És indulhatna, de nem jó az átadás, hogy... Zsidorban a negyediket hagyta ki Richards. Tőle azért ez nem megszokott, hogy rengeteget vállal, de hogy ennyit kihagy, azért az nem jellemző. 10 másodperc, majdnem elhagyja a labdát a Mavc.
Misek. Egyedül Popadicsa szemben, és kiüti a kezéből Richard Stoth Norbert. Walker ráviszi Brownra, és jó a kosár. 56-49. Kezd elhúzni a körben a harmadik negyedben. És egyértelmű látszik, ahogy a körben sokkal agresszívabban támad, és jobban segít, vagy védekezik, és jobban segítenek egymásnak. És ugye ebből lehet ilyen jól indulni. Fodor. Rossz a dobás, de megvan Glennnek a lepattanó. Fölteszi, és lejön Hunter. Kilökik. Igen, ez egyértelmű falkot Ferenc Csaba. Nagyon agresszívan ment, ahogy kérte nyilván az edzője, de egyértelműen kilökte a pályáról Hunter. Pont közelébe voltunk ennek az esetnek, a szabad szemmel is jól látható volt. Itt nincs szerencséje Glennnek, és itt van az a szituáció, ott jobb kézzel. Igen, volt egy ilyen toló mozdulat, lehet, hogy csak a pozícióját akarta megtartani, de ugye könnyen ki lehetett billeteni. Hát a pozícióját sikerült, de Huntert nem. Őt nem tudta a pályán tartani, meg kiküldte rendesen. Nyilván az óhatatlanul benne van ugye a játékosokban, amikor dolgoznak a pozícióért, hogy egy kicsit karral rásegítenek. Hát a mai kosárlabdában nem is nagy másképp, én úgy gondolom. Csak a második jó. Hunter. Hat pontos vendégelő. Nézzük Seals-t, hosszú ideje nem szólt hozzá, és ez egy szép mozdulat volt. Fodor Kristóf ütötte ki a löbbölt labdát, nagyon kis gyenge évű puha kísérlet volt ez most Seals-től. Igen, túlságosan, látványosan akarta bepasszolni, lassan, előre kiszámítható volt, és ezért tudta ugye Fodor belekapni a labdába. Popadics. 4 másodperc, dobnia kell Popadicsnak. Nem jó a tripla és a lepattanó Browné. Már indul is, megveri Walkert. Támadóiban. De támadó Ricardo Glenn. Pont Popadicsot, aki az előbb hibázott. Gyakorlatilag földbe gyalult, ahogy futott előre. Ez egy kicsit rutinos megoldás volt Popovics részéről. Mert ugye gyakorlatilag hátrafelé nézett Glenn, és úgy futott előre, és egyszerűen csak elé állt. Egy rutinos megoldás, kiharcolt falt. Ez az övé, megküzdött érte. Hői, hárman jönnek csapdázni. Richardson nagyon figyelnek, de így egyedül maradott. Seals visszaszedi a lepattanóját, nem. Fodor, indul Lakosa, végigviszi Tóth Norbert-tel szemben, és kiveszik a kezéből. 2-1-be támadhat a körben. Popadics, szép játék ott a kosár, 50-58. Hát óriási hajtás volt itt. Mintha gyilkosoznának edzésen. Ez nem volt egy okos megoldás. Lehet, hogy jobb lett volna igen, kihozni egy kicsit a szélére, mert és akkor megvárni a hullámot, a befutó játékosokat, és úgy megpróbálni az indítást befejezni. Egy kicsit bátor volt, vagyis inkább azt mondom, hogy vakmerő ez a betörés. Timko megpróbálja bevinni Richards mellett. És nincs szerencséje. Szép egy-egy volt. Hát ekkora magassággal egy kicsit határozottabban fordulhatott volna a gyűrű felé. Richards most megveri lábbal Timkót. Nem jó a kosár, mutatja kapitány játékvezető. Szerencséje van Timkónak, mert gyakorlatilag itt ezzel mozdottam, mert megverte Richards. És utána nagyon-nagyon-nagyon látványosan eljátszotta, hogy ott falt volt. Nem, hát mondjuk még időben faltolt, tehát jó időben történt a falt ilyen szempontból, hogy nehogy a kosár érjen. Hát teljesen mindegy, mert ugye bónuszban van. Igen, de ugye ha bedobta volna az itzert, akkor még plusz egy dobás lett volna. Igen, 2+1 nem lett belőle, ez a szerencséje a Mavsnak, de 2 lehet belőle, és akkor először a mérkőzésen kialakulhat egy 10 pontos különbség. Richards bedobja természetesen. És az azt jelenti, hogy már 19 pontnál jár, nagyon megszórta magát ebben a játékrészben, 7-et dobott eddig. A 12-ből Ryan Richards a harmadik negyedben. Hát ha nem talál ki valami Stefan Timbusz csapata, akkor eldőhet a mérkőzés, és olyannyira nem tud mit kitalálni, hogy Misek ugyan elhagyja. De Popadics nem tudott élni a lehetőséggel.
Igen, szenzációs labdaszerzés volt, és ugye egy könnyű zicsert hibáz el valójában, mert ugye nem is akarta szerelni Fodor Kristóf, és utána ő faltolt, tehát ez egy ilyen tipikus szituáció, kihagyok egy zicsert, és utána vissza akarom szerezni a labdát mindenképpen, és akkor már nem tudok falni. Egészen hihetetlen egy szerb játékostól, hogy ilyen szituációban megremeg a keze, vagy nem tudom, tényleg csúszik a labda, és kicsúszott a kezéből. Vagy túl hangosak a MAP szurkolók. Így van, megzavarta a szurkolást. Már azt gondolom, hogyha valaki, akkor egy körmendi játékos nem jön zavarba a zajban. Hát otthon biztos nem. Mert otthon vannak, nagyon hozzá vannak szokva. Így plusz 12 helyett csak 8 a különbség. Ennyivel vezet a körmend. Brown majdnem labdát szerez. Walker, Richards. Járatja a labdát a körmend. Sears beviszi. Nem ér a kosár, mutatja Frányó játékvezető. Itt is már korábban volt a fal, de jár érte a két büntető. Lakics faltolt egyébként itt, nagyon, nagyon könnyen én beütötte mellé Lavarszélsz a labdát. Igen, talán az volt a baj, rögtön az első leütésre már meg tudta verni. Sears mindkét büntetője jó. Említettem, hogy Romániából jött, gyakorlatilag a teljes tengeren túli, vagy mint az ő szempontjukban a tengeren túli európai karrierjét egy fél év Lengyelországot leszámítva Romániában töltött a Sears. És 4 román csapatban is játszott. Ez szép játék, és Lakics fejezi be az akciót, Hunteré a gólpassz. 54-62. Jól jött Tóth Norbert, de jól ismerte föl Hunter, hogy ott maradt Tóth embere, és így Lakics egyedül dobhatott zicser. Popadics. Sears, kiosztja, Walker. 7 másodperc a támadóidőből, földobta magát a védő, nincs falt. Tóth Norbert nagyon szépen csinálta Tóth. Nem idegeskedett, nem próbálta földönteni az embert, tudta, hogy van még idő. Hát igen, itt lehet, hogy ha nagyobb kontaktus van és kevésbé rá, játszik rá a támadó hibára, illetve a kiharcolásra, akkor lehet, hogy befújták volna, de így valójában pont ugye a dudasszó pillanatában. Igen, ugye a játékvezetőket még annak idején jó néhány évvel ezelőtt figyelmeztették, hogy ezeket a mozdulatokat azért ne vegyék feltétlenül komolyan, sőt, figyelmeztessék a játékosokat. Közben pedig Sears labdát szerez, és ő már nem rontja el. Egy újabb eladott MAFC labda a 12. a mérkőzésen. És igen, vezet 12-vel a körmend. Jobban kell fedezni a labdát, akárhogy is ugye szemtől szebbe vagyok, akkor is a labdát magát jobban el kell vonni a védőjátékostól, és a keresztbe akarom leütni, akkor esetleg egy gyorsabb leütéssel kell megindulni, de mindenképpen vigyázni kell a labdára. Everybody's down here. This is how you stand. How the hell is Lokosha gonna do something with the ball if everybody's hiding? Set a screen. Come on. It's nothing. Dribble the ball. Switch positions. Move the ball. Nico, you set the screen at the end of the offense. Okay? But right now, everybody's low. Run twist, okay? And we get into the continuation after that. Bondi, your second man. Okay, you're fine, man. Run twist. Let's go. Let's go. Stefan Timbusz ugye mindent megpróbál, és megpróbál belenyúlni a meccsbe, de én azt gondolom, hogy ennyi és ilyen eladott labdákkal nagyon nehéz nyerni. Hát ez biztos, tehát ez egyértelmű. De hozzáteszem, hogy sok körben sokkal agresszívebben védekezik, és ennek az eredménye ez a sok szerzett labda, de mindenképpen látszik, hogy a MAFC nem nagyon tudja rendesen elkezdeni a figuráit, pont ezek miatt ugye nem tudnak kialakítani olyan helyzeteket, amivel jó dobó szituációk alakulnak ki, úgyhogy ezen kell javítania most a MAFC-nak mindenképpen. Igen, 7 perc alatt 7 pontot dobott a harmadik negyedben a MAFC, ez jelzi, hogy mennyit keményedett a körmendi védekezés, és egy újabb eladott labda, Walker indul el vele. Ott az üres ember, és Sears triplája is a helyén, 54-69, 15 pontos különbség. Hát ember nem gondolta volna az első fél idő után,
hogy 7,5 perc elteltével 15-tel fog menni a körmen. Parrish Brown, Hunter. Ez egy szép dobás, és még egy falt Richardsnál. 2+1 lehet belőle. Ott a mezét rángatta meg, nem tudom, látták-e a lassításban. Nagyon kis, hát nem akarom minősíteni, de nagyon kis alattomosnak tűnő mozdulat volt. De szerencsére a játékvezetők észrevették, mert ugye igen, csak itt láttuk a visszajátszás után. Ugye ez a Grundon elmegy, ha valaki a Grundon játszik, de mondjuk meccsen nem nagyon illik megrángatni a másiknak a mezét. Ez nem labdarúgás. 56-69. Tóth Norbert nagyot küzdött Misekkel, és aztán eladja a labdát. Indul, Brown végigviszi egyedül, nem fogja leadni, és érkezik Hunter! Hát kihagyta volna egyébként Brown is, de Hunter valahonnan, nem tudom, fél pályán se volt még, tessék nézni. Tehát itt ketten vannak, és szerintem most ér át Hunter. Igen. Pont odaért. Időben. Ugye ezért tanítják az edzők, hogy menni kell a lepattanóért minden szituációban, mert ki tudja, hogy mi jön le a gyűrűről. Így van, és az bizonyítja, hogy a gyors indításra is menni kell mindenkinek, mert hát, ha ilyen szituáció, hogy kimarad a gyors indításban az ittszer. Ha mondjuk Sears-nél nem kellett menni a lepattanóért, meg kíméletlenül értékesítette a lehetőséget, nagyon megverte a Lakicsot megint. Lavar Sears, 71-58, 59, nem, 58 az. Úgy látom, hogy a nagy órán egy ponttal kevesebb van a hivatalos eredményjelzőn. Ah. Ez pedig most egy jó kísérlet, 71-60. Ez egy kicsit talán felelőtlen volt ez az elvállalás. Mert jó, volt egy ilyen mismatch szituáció, és gyakorlatilag inkább lehet, hogy jobb lett volna akár egy egyel megverni, mert kiürült gyakorlatilag a gyűrű alatt az egész büntetőterület, lett volna a hely a betörésre, mint egy ilyen hátra vetődős, ugrós, három pontossal próbáljunk meg kosarat szerezni. Brown hozza föl, 11 pontos hátrányban a Mavs, és 40 másodperc a harmadik negyedből. Nyilván nagyon jót tenne a hazaiaknak, hogyha 10 pontnál kisebb különbséggel vezetne a körben a harmadik negyedben, de ehhez persze kosarat kéne dobni, például Mócsánnak. Igen, és itt látszik, hogy a körmendiek hogy segítenek most már egymásnak. Így van, ugye ha meg is verte volna Latinovicsot, lehetett látni, hogy érkezett Lavar Sears a túloldalról, és valószínűleg betakarta volna. 8 másodperc a támadó időből, lassan dobnia kell a Mavsnak, Mócsán ez egy honvába volt kísérlet. Támadhat a körmend, és Tóth Norbert rögtön mutatja Will Walkernek, hogy nyugi, nem kell rohanni. És valóban nem, mert gyakorlatilag annyi idő van hátra a harmadik negyedből, mint amennyi a körmendiek támadó ideje. Ezt végig fogja játszani a vendégcsapat. Walker, Tóth, ha nem is teljesen végig, mert eldobja, leszedi a Mavs, van 2 másodperc, 1, dobni kell, megadják, ha bemegy, de nem ment be, lejött Fodor dobása. Így a harmadik negyed után marad a 11 pontos körmendi előny, 71-60 a vasi csapat javára, és azt gondolom, hogy van olyan rutinos a körment, hogy erre rá tud ülni olyan értelemben, hogy meg tudja tartani ezt a különbséget, pláne, hogyha a Mavs ugye továbbra is eladogatja a labdákat. Hát így van, gyakorlatilag ugye ez egy jó előny itt a negyedik negyed előtt, tényleg most okosan kell játszani a körmennek ahhoz, hogy ne tudjon közelebb jönni a Mavs. Viszont ugye bármi hibát, egy-két hibát, eladott labdát adnak a Mavsnak, és a Mavs beindul, akkor elképzelhető az, hogy olyan lendületet kapnak, hogy utolérik őket. Tehát most nagyon okosnak kell lenni a körmennek, egy hosszú támadásokat játszani, akár belső pozícióba is jó kijátszani a dobóhelyzeteket, hogy minél kevesebb ideje legyen a Mavsnak fölzárkozni. Ugye, ha megnézzük a statisztikát, a
Mavsnál említettem a 12. eladott labdát, tehát azóta volt még 2, 14 eladott labda. A Körmendi oldalon is van bőven, mert 8, de azért ez még egy sokkal elfogadhatóbb szám 30 játékperc alatt, mint a 14, aminek a 90%-ából szinte rögtön kosarat kapott a Mavs. Így van, és tényleg ez volt a nagy probléma, hogy ezek nem a palánk alatti eladott labdák, vagy esetleg a térfélnek, a támadó térfélnek a gyűrűhöz közeledő részén, hanem fönt a kis embereknél van. Ember hagyta igen, és ugye ebből volt, kapnak sima zicsereket, bár hozzáteszem, hogy Popovics azért megtette azt, hogy kihagyta ezt a zicsert, de hát attól függetlenül ezeket ki kell küszöbölni, ezeket a hibákat, és ezeket nem szabad megejteni a negyedik negyedben a Mavsnak, hogyha itt nyerni akarnak ma. Hát a mérkőzés azért ugye még messze nem dőlt el, mert 11 pont azért nem az a különbség, amit ne lehetne ledolgozni, de kétségkívül egy olyan játékminőség változás kéne a Mavstól, mint ahogy a Körment kijött a harmadik negyedre és javított a védekezésén. Hát meglátjuk, hogy sikerül-e a hazai csapatnak. Az biztos, hogy az első támadás joga a negyedik negyedben a Mavcé. Misek. Brown. Kap egy elzárás Lakiston, nagyon jól segítenek oda Török. Brown, szép dobás, de lejön a gyűrűről. Török lepattanó indul Will Walker, pillanatok alatt fölér a Körmen, de ellépte. Ellépte LeVar Seals, ahogy átvette a labdát és leütötte közben, ez egyértelmű lépésiba volt. Nagyon gyorsan be akart menni Zitzerbe. Igen, gyorsabb volt a lába gyakorlatilag, mint a keze a leütéssel. 71-60 tehát továbbra is a Körmennek. Egyébként, ha nem mondtam volna, a két csapat összesen 10 magyar bajnoki címet szerzett, ebből 3-at a Körmen, 7-et a Mavs. Igaz, hogy a Mavs utoljára 1975-ben volt bajnok. Szép kiosztás a sarokba, egy nagyon-nagyon-nagyon rossz dobás Lakicstól. Ebből pedig megint megpróbál indulni a Körmend, Richards. Ezúttal megáll, nem dobja el. Walker. LeVar Seals, jaj, de könnyedén megy be. Hát nem tudom, hogy csinálnak ebből a meccsből az edzők videós oktatóanyagot. Igen. De az, ahogy a Seals bement a két ember között, az mindenképpen érdekes lesz mind a Körmendi, mind a Mavs oldalon egy utolagos elemzésnél. LeVar Seals pedig 20 pontnál jár, és most már ő a mezőny legeredményesebb játékosa, ráadásul mindjárt dobhatja a következőt, 22 pontos. És megint a Körment kezdi jobban ezt a negyedet is, és megint 15 pont a két csapat között a különbség. Misek adta el a labdát. Igen. Hunter mindent megpróbál, most gyorsan dob megint falttal együtt egy kosarat. 16 pontos most már így Nico Hunter. Igen, és most már azért attól függetlenül, hogy ugye 8 perc van hátra, ugye nem férnek bele ezek a hibák megint, amit az előbb itt történt, ugye Misek részéről. És ugye most a Mavsnak azért valamilyen szinten fel kell majd gyorsítani a támadását, mert azért az tényleg 15 pont, 8 perc alatt kell behozni, be lehet hozni. De valójában ilyen hasonló, gyorsabb támadásokra is majd szükség lesz neki. Jó, a plusz büntető is. Azért bármennyire dicsértük Ricardo Glent, azt gondolom, hogy nagyon hiányzik a Mavsnak Tuciarakis, ugye a görög center. Mert a palánk alatt nem érzem, ott sem érzem, ugye elég erősnek a Mavsnak a játékát. Szép lepattanó szerzés Walkertől. Aztán ad egy gólpassz, bizony gólpassz, mert Richards kosarat dob belőle, ráadásul ott egy falt, kinél. Ezek szerint nem adták meg a kosarat, bizony. Azt mutatja a kapitány játékvezető, hogy nincs kosár, mert hogy Richards helyet csinált magának a másik kezével. Marad a 75-63. Most beírták a nagy órára. Eléggé úgy tűnt, megadták a gólt, mert ugye úgy, hogy utána történt. Akkor nem volt elég egyértelmű, de mintha azt mutatta volna a kapitány játékvezető, ezek szerint mégsem, hogy nem adja meg. Most oda is megy a
játékvezetői trió két tagja a jegyzőkönyvvezető asztalhoz egyeztetni. Ezek szerint Valovics Istvánnak sem világos, hogy mennyi az eredmény. Nem vagyunk akkor egyedül ezzel. De akkor végül helyben hagyják, most igen. Egyértelmű volt, megadták a kosarat. Félreérthető volt a mozdulat, de most egyértelmű 77-63 az eredmény. Kosár után volt át ez a körmenti falt. Ez pedig egy szép játék, és Ricardo Glenn kihagyja! Aztán elüti Momcsilo Latinovics kezéből, de nincs ott fehérmezes játékos, nem tud labdát szerezni a MAC. Marad a 77-63-as körmendi vezetés. Török. Tavar Seals. Megint valahogy végig döcög a pályán, kicsit néha olyan lépegetősre veszi a figurát. De 22 pontnál az ember bekritizálja. Szerencsének szerencséjük sincsen. Nincs szerencséje a MAC-nak. A hazai gyűrű kifelé dobta a labdát megint. Latinovics pedig dob egy újabb kosarat. Ötödik mezőny kísérletéből a második dobása. És három pontos volt. Mint ahogy az előző sikeres dobása is, csak hármasokat dobott pedig Momcsilo Latinovics. 80-63 kezd kiütésé fajulni. A különbség, még akkor is, ha jön a válasz, Turcsics Krisztián. Neki is a második triplája, ráadásul neki két kísérletből, tehát 100%-os eddig. És ez egy eladott labda. Befejezhette volna nyugodtan, Török föltehette volna, csak kereste a gyenge oldali, üresen maradó játékos, csak éppen ő is behúzódott. Itt majd látszik, ugye a betörésre, hogy ez is mindenki behúzódik. Ugye a... Igen, Richards és Seals volt a túloldalon, és mind a kettő lépett befele. Ott 45 fokban, ahol ugye szoktak állni, ott most senki nem állt. Hát lehet, hogy ezt nagyon sokat gyakorolták most ugye Déri Csabával. Igen. És a figurába játszotta meg, nem a valós helyzetben. Hát ugye a körmendi szokás szerint ott mindig áll valaki. Ugye akár Ferenci Csaba biztos, hogy ott állta volna, hogy a pálya lett volna, vagy annak idején Trummer Rudolf. De most egyik őjük sincs a pályán. Hát egyébként abba az irányba szoktak lenni a körmendi csarnokba, akkor is, hogyha nem játszanak ugye a visszavonult játékosok ott a kispad környékén. Turcsics pedig a harmadik tripláját dobja be, és megint fölcsillan a remény a MAC előtt a felzárkózásra. 80-69, egy labdaszerzés, Brown, 10 ponton belül a MAC. 80-71, természetesen azonnal időt kér Déri Csaba. 8-0-át csinált, gyakorlatilag egy perc alatt a MAC. Két Turcsics tripla, és ez a Brown labdaszerzés utáni zicser. Visszajött, felcsillant a remény a hazaiak előtt. Hallgassunk bele, hogy Déri Csaba mivel próbálja meg lehűteni a kedélyeket. Listen, guys! It is not the game! Hello, guys! It is not the end of the game! This guy cannot steal the ball from you! Hello! Guys, we have four FIFAs! Four FIFAs! You don't have... Two FIFAs! Use it! Okay! Easy! Easy, cool down, please, okay, just please, normal, that's all. So, four is one down. Hide it, man, hide it! 5 minutes more, let's go! I don't think. Azt néztem, hogy a Popadics a leginkább falka vezérszerű a körmendben. Az időkérés után még ott tűzte hajtotta a társait. Lehetett hallani, hogy hajde, hajde. Körülbelül ez volt a leghangosabb szó, amit lehetett hallani az időkérésből. Remélem, önök kiválóan hallották. Otthon 80-71, 9 pontos MAC előny. MAC előny, MAC hátrány. A körment vezet, viszont felcsillant a remény a házigazda előtt, hogy esetleg utolérheti a körmendet. Megint kijönnek egy... Hát egész pályás zónára, letámadó zónára. Richards eldobja, és egy triplával, hát tényleg lehűtötte a kedélyeket. Ez is halkult egy pillanat alatt a hazai szurkolótábor. Hát igen, ez egy nagy hiba volt, tehát ezt tudjuk, hogy eldobja.
És most, hogyha kicsit okosan támad a Vavc, akkor a Richardson kell támadni, mert az előző ismétlésben látható támadó faltal, ő megszerezte a negyedik hibáját. És egy majdnem labdaszerzés a körmentől, Popadics kiválóan lépett ki a passzra, de nem tudta megfogni, ez meg egy nagy játék a Mastól. Tóth Norbert lemaradt Ricardo Glennről, és ott az újabb hazai kosár, 83-73. Kevesebb, mint 5 perc a rendes játékidőből, 10 pontra zárkózik most megint a Vavc. Tóth, sarokba Walker egy sokkal magasabb, vagy magasabb emberrel, Hunterrel átdobja. Nem tudja befőcizni Tóth a lepattanok lenni. Érdekes volt, hogy Tóth Norbert meg sem próbálta megfogni a labdát, pedig lett volna rá esélye. Ott viszont egy falt, addig-addig vitte Lakosa be ott három ember közé, még csak-csak kapott egy faltot. Nem volt egy... Igen, szerencséje volt, hogy igen. Valójában, hogy ebből falta, mert ugye nincs hely. Azt akartam, hogy nem volt átgondolt vállalkozás. Nem volt hely, de mégis egy faltot kapott Lakosa, úgyhogy ezt megúszta a házigazda. Na, sikerül-e 8 vagy 7 pontra faragni a különbséget, ez itt a kérdés. Glenn nem dobja el, hanem ad egy kiváló passz Hunternek, aki falttal együtt zsákol. Hát 7 pont is lehet, mert hogy plusz büntető jár. Olyan kis bizonytalanul indult el Ricardo Glenn, hogy ember nem gondolta volna, hogy ebből egy 2 plusz 1-es akció lesz. Igen, ez ugye, a kis emberek mindig megpróbálják alul leszerelni ugye a nagyokat, és ez rendszerint nem sikerül. De ez viszont egy jó támadás volt a Max részéről, mert látod, ugye Richardsra kellett játszaniuk, mert ugye Richard ott állt mellette, de nem fog faltolni. Igen, viszont Hunter kiadja egy újabb büntetőt. Ez már a 8. kiadott Max büntető volt. Most add hozzá, hogyha minden 8 bement volna, akkor ugye egál lenne a meccs. Körmérni oldalon, hogy csak egyetlen egy kihagyott büntető volt. Tóth Norbert eldob egy hármast, és mekkora triplát dob Tóth! 86-75! Mindig, amikor a Vavc azt hinné, hogy van visszaút, jön valaki a körmentből, Richards vagy Tóth Norbert, vagy aki arra jár és dob egy triplát. A 11. triplája volt a körmentnek. Turcsisnak pedig lejön ez a kísérlete, és Glennelől elüti. Elüti Tóth Norbert, Walker. Ki a sarokba. Ez a tripla most nem volt jó, Popadics nem csatlakozott az előtte szólókhoz. Brown megáll. Érdekes párharc ez a Brown-Walker csata. Igen, ez mindig ilyen csemege szokott lenni az ilyen kis emberek rá, de hogyha ugye hasonlós nemzetű vannak. Ez pedig Lakosától egy tiszta zicser. Nem volt védekezés, most körmenni oldalon Szilsz csak kísérte, szemmel próbálta verni Lakosát, de hiába. Így bő 3 perccel a rendes játékidő vége előtt Will Walker földje és egy eliúp! Annyira kijött mindenki a Mavsból, hogy nem maradt senki, Richardson, Walker pedig zseniálisan lőtte fel oda a gyűrű. Igen, valójában ez az egyik letámadó zónája a taktika, hogy megjátszani középen a centert, és Tóth Norbi jól vezet labdát, ugyan lehozta oldalra, becsapdázták, de nagyon jó ki tudja passzolni, és így alakulhatott ki ez a 2-1-es helyzet. 24-1, we got a double right away, okay? Offensively, L, okay? L4, Nico, come on. If you got it, you shoot it. Otherwise, go for your right. Otherwise, go for the handle. Guys, we got to look for aggressive finishes, okay? Let's go. Hát a legközelebbi Max mérkőzésvel megkérjük a kollégákat, hogy adjanak minden edzőnek egy ilyen mikrofont. Az akkorjukra, és akkor hát, ha halljuk majd, hogy mit dumálnak. Igen, emlékeim szerint az első edző, akit bemikrofonoztak annak idején, még az NBA-ben a legendás Showtime Lakers edzője volt, Pat Riley. Lehet, hogy erre már rosszul emlékszem. 88-77, 11 pontos körmendi vezetés, kevesebb, mint 3 perc. Vajon sikerül-e a Mavsnak a lehetetlen küldetés, a felzárkózás? Ennyi dolog már csak pontos dobásokkal és kőkemény védekezéssel van esélye. Hunter beviszi, és ott az első dobás, ami jó, megint 10 ponton belül a Mavs.
De sikerül a labdát szerezni, nem. Viszont eladja a körben, Popovics kilőtte a lelátóra. Hát ezt Richards akkor se tudta volna megfogni, ha ő Usain Bolt. Egyrészt igen, azért, mert kim volt már lelátón a labda, másrészt a fehér vonalnál vége van ugye a pályának. De Popovics azt reklamálta, kérte száma Richardson, miért nem lépett be a gyűrű alá? Miért kint háromszor akarta várni a labdát? Hát igen, mondjuk 2-1-be voltak, tehát megtehette volna Richards, a túloldalon nem volt ember. Brown! És Glenn a lepattanót egyből fölteszi. 88-81. Már csak 7 a különbség. Egyelőre megszavarta a körmendet ez a letámadás. Most kicsit immel ámmal visszaállt végül a MAFC. 2 perc. 7 pont a két csapat között. Richards egyedül kihagyja, és a labda marad a körmennél. Richards jól vette észre a lehetőséget, aztán a végén valahogy egy kicsit megrettent attól, hogy ott most könnyen kosarat tud dobni, és addig várt, míg odaért két fehérmezes. Igen, próbáltak kikerülni a szerelők kezet, és ez erre foglalkozott, nem szerintem pedig az nagyon a bal keze felé indult el. Igen. Most a sarokban Walker, Popovics járatják a labdát, de el kell dobni lassan, 4 másodperc a támadó időből, és Tóthot faltolják. Tóthot faltolták. 2 másodperccel a támadó idő lejárt előtt, teljesen egyértelmű, hát Fodor két kézzel kapaszkodott Tóth Norbertbe. Viszont így megakadályozta azt, hogy dobás legyen belőle, mert ez a 9. perc elején az első massz halt volt. Most jött a második, megint Fodor. Ez... És neki a 4. faltja, hogyha jól látom. Így van. Neki is, Glennnek is. 4 faltja van, és Tinkónak is. Richards egy az egyben nagyon jól védekezik Glenn, és aztán a segítő lakosa üt szerintem oda. Majd mindjárt megnézzük, hogy kire fújnak a játékvezetők. Itt mindent megpróbál Glenn. Ott lakos a keze hozzáér, de nem. Glenn kapta a Ricardo faltot. Glenn kapta a faltot, ez azt jelenti, hogy megvan a mérkőzés első kipontozódó játékosa. És azt is, hogy Ryan Richards a 10 pontos vezetésért dobhat. És az is jó. 91-81, másfél perc. Hát szerintem most már triplákat kell haigálni a MAFC-nak. Brown, vajon beleáll-e? Nem, megpróbálja végigvinni, és kiejti a kezéből, jó volt a védekezés, indul Popovics a másik oldalon. Azta mekkora mozdulat volt. Nem sikerült szerelnie, de jó nagyot oda csapott Fodor. Igen, itt is volt egy hatalmas nagy... Hát... Van olyan hely, ahol lefújják ezt faltnak, de ez egyértelmű látszott, hogy itt... Ugye Fodor Kristóf nem adott esélyt arra, hogy... Nem, ugye akkor átugrott, hogy a maga magasság, ez meg lett volna a szerelés, és közben ráugrott gyakorlatilag Popovics hátára, tehát esélye nem volt, hogy föltegye a körmendi játékos a labdát. Popovics köszöni és bedobja. Ez a második is jó, 6 pontos egyébként Popovics, de Richards 29, Seals pedig 22. Nem dobja el Tuls is, nem tudom mire várt. Talán arra, hogy Hunter bedobja. 93-84, és űzi hajtja a közönség még mindig a hazai csapatot, pedig 9 pontot kellene ledolgozni 1 perc alatt. Walker, gyanítom, hogy végigjáratja 24-et a körment. Hát így van, ilyenkor ugye sokat kell, hosszan kell játszani, ilyen faltokat kiharcolni, és ugye most már igen, egyelőre dobás van. A büntetőzésre se tudja rákényszeríteni a MAFC körmendet, de nem volt még meg a 4 csapathiba. Vagy igen? Ez volt az 5. elnézés, mert itt annyit beütöttek az utolsó percben, hogy meglegyen. De ugye másfél perccel ezelőtt még csak az elsőt igen, ütötte be Fodor. Aztán gyors egymás utánban még 3-at, Fodor és Ricardo Glenn. 94-84.
Milyen egyszerű volt ez a lepattanó labda itt. Paris Brown szépen teszi föl, nincsen benne, és nem tudja megszerezni a lepattanót, mert a Stoth Norberté, aki eladja! Egy és egy könnyű zicser belőle Brownnak úgy, hogy földönti a saját csapattársát. 8 pont, megpróbálják elvenni Tóth Norbertől, bő fél perc van vissza. Tóth és Richards eldugja a labdát, aztán odaütnek. Brown a tettes, neki írják be a faltot, amelyik Brown harmadik faltja. 94-86, és beszédül Tóth Norbert büntetője. percet töltött már a pályán Tóth Norbert. Déri Csabánál jóval többet játszik, mint azt megelőzően Ante Pericánál és Aaron Mitchellnél. Hát igen, Tóth Norbertben benne van ez. Ugye azért régi motoros már, ezt is megadták. Lakosa nem adja föl, az utolsó pillanatig nem adja föl a maszt, mindenképpen szeretné utolérni a körmenet, vagy legalábbis a minimálisra csökkenteni a különbséget a két csapat között. ...96-89 induló ember a túloldalon, elaludt a maszt védelem! Meg lehet akár a 100 is a körmennél. Legutóbb a Sopron ellen 106-99-re győzött a körmen, és egy falt 3 pontos dobás közben. Ha beesett volna, akkor akár 3 plusz 1-es akciót is láthattunk volna. De ugye ez a sok volna, ez nem igaz, mert hogy a dobás nem esett be, 3 büntető jön. Paris Brown dobhat, aki most 18 pontos. Óriási világjáró egyébként Brown. Játszott Mexikóban, több litván csapatnál. Litván másod és első osztályt is végig hakniszta idézőjelben. Óriási rutinja van, és ezt láttuk a mérkőzésen is. A büntetőket pedig sokkal jobban dobja most, mint a mérkőzés korábbi szakaszában, ugye akkor 2 is kihagyott. Ez is jó, 98-91. Most nyilván megpróbál a büntető fegyverhez nyúlni a MAF. De hát ma 19 büntetőből mindössze 2 hagyott ki a körmend. Én azt gondolom, hogy ez a 90%-os büntetőzéshez nem ad hát sok esélyt így van. Erre kihagyja Popadic. Akkor is 3 kosár a különbség, 14,4 másodperc a vége előtt. Ez szinte lehetetlen. És elhagyja a labdát, Lakosa, itt a vége, most már nem is futnak vissza a MAFC játékosok. Ryan Richards pedig akkor megdobja a 31. pontját is. És megvan a 100 a körmennek, Richards veszi az üdítőitalt a végén a csapattársaknak, és ebben a pillanatban lefújják az összecsapást. Egy rendkívül fordulatos első félidő után egy egészen más védekezéssel kijövő körmen megnyeri a mérkőzést, de rengeteg esélyt adott a MAFC-nak, hogy visszajöjjön a mérkőzésbe. De végül nem tudott a hazai csapat visszajönni. 101-91 arányban tehát győzött a 9. helyezett körmen, és ezzel bebiztosította a középszakasz középházában való részvételét, ami azt jelenti, hogy továbbra is életben tartja az esélyeit a playoffra, az első 8 közé kerülésre a körben. A MAF pedig bár nagyot küzdött, egyelőre marad a tabella utolsó helyén 3 győzelemmel, tehát december 6-a óta sem sikerült győzelmet szereznie, és ez a 12. veresége volt a 7-szeres bajnok csapatnak ebben a szezonban.